A Vajdasági Tüdőbetegségek Intézetén semmilyen felújítás nem történt 1960 óta, mostantól viszont a legkorszerűbb felszereléssel fognak dolgozni a legjobb körülmények között. Zahvaljujem se pokrajinskoj vladi koja je prepoznala našu potrebu i ukazala nam poverenje, obezbedila sredstva da mi danas zapravo uradimo jednu kompletnu rekonstrukciju, adaptaciju prostora i da danas postanemo jedna moderna i savremena laboratorija kako bi mogla da se ponosi mnoge svetske metropole. Vajdaságban egyébként ez az egyetlen laboratórium, ahol diagnosztizálni tudják például a tuberkulózist. Ono što će biti kvalitet više, to će da će se dijagnoza postavljati brže, pacijenti će se adekvatnije lečiti i bit će manje zadržavanja pacijenata u bolnicama. A tartományi kormány 68,1 millió dinárt különített el erre a célra. Sprovedeno je sve na vreme u teškim, izuzetno teškim uslovima epidemije, odnosno pandemije, ali je pokrajinska vlada u prethodnih 5 godina za Institut za plućne bolesti izdvojila više od 440 miliona. Az új berendezés mellett a részlegen lecserélték a teljes víz, villany és csatornahálózatot, és új szellőző, klíma, valamint fűtésrendszert is kaptak.